A méretarányos makett beépített apró hangszóró utánozza az igazi mozdony hangját. Ezek a vasúti járművek a megszólalásig hasonlítanak azokra, amiket a való életben is láthatunk. Csak hogy a Siolgárdon összeállított több mint 60 méter hosszú pályán kizárólag modellek közlekedtek. A hétvégén bemutatott különleges alkotást egy baráti társaság tagjai állították össze. Itt a vonatok menetrend szerint járnak, az állomások egymással kommunikálnak, a szolgálattevők. Minden mozdonynak saját mozdonyvezetője van, aki megy szépen a vonatával az asztal mellett, és akkor ő ugye a mozdonynak a vezetője. Vannak különböző fajta vonatok, tehervonatok, személyvonatok, tolatások, mondjuk az állomásokon, minden, mint az igazi. Egy ilyen hatalmas terepasztalt összerakni évekbe telik, rengeteg tervezéssel és munkával jár, de akik egyszer belekezdenek, azt mondják, többé nem tudnak nélküle élni. Az Origo mindig a szerelem. A szerelem nélkül nem működik. Kell egyfajta elhivatottság, egyfajta ismeret. De ezáltal megvan, akiben ez már csirájában megvan, ez ott van. És akkor az ember megismeri ezt a lehetőséget, mert ugye ez sem volt mindig, ez kinőtt a földből, ez egyszer csak egy magyar csapat elkezdte ezt csinálni, illetve mi később csatlakoztunk egy német, európai szintű nagyrendszerhez. A Siolgárdon bemutatott terepasztalt két napig tekintették meg ingyenesen az érdeklődők.